arra is mondjunk igen, hogy bizonyos kötelezettségekkel. Az európai parlamenti választás kampány részeként fórumot tartott a Demokratikus Koalíció Dunaújvárosban. Az eseményen részt vett a párt elnöke, Gyurcsány Ferenc is. A jobboldali pártok félnek az európai nemzetek szorosabb együttműködésétől. Azt mondják, hogy a nemzetek Európáját akarják. Mi a Demokratikus Koalícióban azt mondjuk, hogy európai Egyesült Államokat szeretnénk. Egy nagyon erős szövetséget. Olyan típusú szövetséget, amely nagyjátette az Amerikai Egyesült Államokat. Hozzátette, tisztességes igazságszolgáltatást szeretne. Mint mondta, ha egy politikust korrupciós vád ér Európában, akkor azt ne a Nemzeti Ügyészség, hanem az új intézmény, az Európai Ügyészség vizsgálja. Látogatásának célja az, hogy minél többen megértsék és támogassák a Demokratikus Koalíció elképzeléseit. Ahhoz nyújtnak támogatást a választók, hogy erősebb Európa együttműködés legyen. Én nem féltem a magyarokat. Én nem bezárkozni akarok itt Magyarországon. Azok zárkoznak be, akik félnek. Szerintem mi kitűnő nemzet vagyunk, tele tehetséggel. Nem kell attól félni, hogy osztrákokkal, németekkel, franciákkal együttműködünk, meg versengünk. Európa Egyesült Államokat kívánunk, mert azt gondoljuk, hogy ettől mi erősebbek és sikeresebbek leszünk. Beszédét követően az érdeklődők feltehették kérdéseiket az elnöknek, illetve megvásárolhatták könyveit, amelyet ezt követően Gyurcsány Ferenc dedikált.